elindul a hangyalkiabásár, ha minden a menetrend szerint történik, és hát új helyszínen, új körülmények között, és hát egy éves szünet után, mert az elmúlt évben ugye nem tudtuk megtartani. Ez a jégpálya az elmúlt évre volt ide tervezve, de csak ebben az évben tudtuk megnyitni. Ha valaki itt hátra néz a szobor felé, akkor a Betlehem is megújult. Ebben az évben, már ebben a környezetben tudjuk várni a karácsony ünnepét, és hát új helyszíneken lehet majd találni a sátrakat és a színpadot. Ahogy a hívó szava ennek a rendezvénynek az, hogy több mint vásár, ennek megfelelően történik ma is az indítás, és az egész kétnapos program is ennek megfelelően zajlik. Nagyon sok kulturális eseménnyel találkozhatunk majd a következő két napban, és a faluházban, nem csak itt a téren, hanem a faluházban is. Köszöntjük azokat a gyermekeket, akik az elmúlt évben és ebben az évben születtek, mert hogy a vírus helyzet alatt őket sem tudtuk köszönteni. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk közösen ünnepelni és együtt várni a karácsony ünnepét. Induljon a rendezvény! Szeretettel köszöntök mindenkit! Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, én Sőregi Zsuzsanna vagyok, a jégtánc szenvedélyes szerelmese, illetve egy jégtáncos versenyző anyukája, és ezért én kaptam azt a csodálatos feladatot, hogy elhívjam néhány barátomat, akik ma itt nektek egy kis műsort mutatnak be. Szeretettel köszöntök mindenkit, szeretettel köszöntöm Szalai Évát, aki sok-sok évvel ezelőtt a lelkében megálmodta az angyalfiát, és azóta rengeteg ember, rengeteg munkája és álma van abban, hogy egy szerbélyen nagyobb ez a város, most már, vásár, és most már ugye egy jégpályá is van. És ezen a jégpályán is ünnepelhetjük a közeledő karácsonyt. Ma a Stepson Ice Sportegyesület legifjabb versenyzői jöttek el hozzátok, hogy bemutassanak egy kis műsort, illetve edzőjük. Először a kislányokat konferálnám föl, Szupinger Szilvia, aki a Városegyeti Magyar-Angol iskola harmadik osztályos tanulója, ő két éve kócsolyázik és sok-sok versenyen vett már részt sikeresen. Utána következik majd Török Zsófia, aki a Budapesti 9. kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol két tannyelvű iskola harmadik osztályos tanulója, ő három éve kócsolyázik. Ők kispályás versenyzők, tehát azt jelenti, hogy ugye nem ilyen ilyen ekkora méretű pályákon folynak a versenyek. Varga Szófia lesz majd a harmadik, aki a Reménység Katolikus Általános Iskola első osztályos tanulója. Négy éves kora óta kócsolyázik, és már két aranyérmet szerzett ilyen kispályás műkocsolyás versenyen. Majd Szabó Gerda Léna következik, aki az Áldás utcai Általános Iskola első osztályos tanulója. Két éve kócsolyázik, és már két alkalommal is nyert aranyérmet egy kispályás műkocsa versenyen. Edzőjük Szombathelyi Eszter, illetve Varga Szófiának, Megyvesi Fuzsinak. Fogadjátok nagy szeretettel ezt a négy gyönyörű ifjú hölgyet. Summit.
Let the birds
És most következik a lányok edzője, egy csodálatos ifjú hölgy. Szombathelyi Eszter, aki junior és felnőtt magyar bajnok műkorcsolyázó, 2014 és 15 között a svédországi elit széria versenyzője volt. Jelenleg a Testnevelési Egyetemen másodéves humánkineziológiai mesterszakos hallgató. Fogadjátok nagy szeretettel Szombathelyi Esztert! Thank you.
bele is vágtunk a karácsonyi hangulatba. Fogadjátok szeretettel Szilvi, Zsófi, Szófi és Gerda karácsonyi műsorát. Egy szülötte, egy gyönyörű, tehetséges ifjú hölgy, múltkor a gépelmenyítón már találkozhatok vele, 13 éves, 6 éves korában kezdte el a műkorcsolyázást, és hát már az első alkalommal tudta, hogy az életem a szerelme, és ő arra született, hogy korcsolyázzon. Hát most ugye a junior kategória éppen, hogy ugye 13 évesen elkezdhetett versenyezni a junior kategóriában, és már sorra nyeri a versenyeket, sőt, már nagyon-nagyon jó úton halad a múlt heti verseny révén. Félig megyünk már kvalifikációt szerzett arra, hogy a junior világbajnokságon induljon márciusban. Úgyhogy ha minden jól megy, márciusban szurkolhatunk a televízió előtt Pap Vivinek, fogadjátok nagy szeretettel, Pap Vivien! Thank you.
London.